Ekkor felteszik maguknak a kérdést, hogy lehetek hatékonyabb. A kérdés magától értetődik, találni kell valamilyen csodaszert. A szellemi teljesítményfokozók segíthettek az agyműködésben. A legújabb tanulmányok szerint a legtöbben élnének ilyen szerekkel, ha könnyen hozzáférhetőek lennének. De mi történne a társadalmunkkal, ha doppingolnánk az agyunkat? Milyen hatással lenne ez a pszichénkre és az egészségünkre? Tényleg igaz az, hogy agyi kapacitásunk csupán 10%-át használjuk? A neurológusok és a gyógyszeripari kutatók arra próbálnak rájönni, hogy lehetne ezt optimalizálni. A memória és a kognitív funkciók rendkívül összetett területek. Még ma is számos megválaszolatlan kérdés van az agy működésével kapcsolatban. Ez az emberi test legkomplexebb szerve. Mielőtt manipulálni akarjuk az agyat, hogy növeljük a teljesítményét, meg kell értenünk, hogyan is működik valójában. Agydopping. Az emberi agy egy térképre hasonlít, de hegyek és völgyek helyett dombok és barázdák tarkítják. Mindennek megvan a maga szerepe, az érzelmekért, a mozgásért vagy az emlékezésért felelnek. Az idegszálak hálója 100 milliárd idegsejtet kapcsol össze, amelyek elektromos impulzus révén kommunikálnak egymással. Isabel Mansui szavaival... Az agy az a szerv, amely mindent irányít, olyan, mint a test laboratóriuma. A Zürichi Egyetemen Mansui professzor az egerek agyát tanulmányozza. Felfedezett egy gént, amely az emlékezésért felelős. A laborban genetikailag módosított egereket tenyészt, amelyek jóval intelligensebbek fajtársaiknál. Egy intelligens személy felfogó képessége nagyon kifinomult. Könnyedén elemez egy adott dolgot vagy szituációt, és felhasználja az addigi tudását, hogy új szellemi modellt vagy viselkedés mintát hozzon létre. A legtöbb képességet az intelligenciához társítják, a beszédet, az absztrakciós képességet, a logikus gondolkodást, a kreativitást és a koncentrációs képességet. A memória játék megmutatja, hogy működik az agyunk munka közben. Olyan akár egy jegyzettömb. A vizuális térbeli hatásokat rögzíti, így azok rövid távon előhívhatóak. Ezután az információ törlődik. Ha pár nappal később játszanánk, nem emlékeznénk, melyik kártya hol volt. Nem szükséges mindenre emlékeznünk, amit láttunk vagy csináltunk. Mondjuk, hogy mit ettünk reggelire az elmúlt hónap egy bizonyos napján. Az agy kiszűri a felesleges információkat, amelyeket aztán kitöröl. Isabel Mansui a memória genetikai alapjait tanulmányozza, hogy jobban megértse az olyan betegségeket, mint az Alzheimer-kór. Felfedezett egy olyan fehérjét, amely segít a felejtésben. A professzor és csapata módosították az egerek génállományát, hogy az agyuk ne termeljen ilyen fehérjét. A radírozó funkciót kitörölték. Ha a genetikailag módosított egereket egy mini labirintusba teszik, emlékezniük kell, hol van a kockacukor. Egy kimagasló intelligenciájú egér nem csak a kockacukrot képes megtalálni, hanem sokkal hosszabb ideig fog emlékezni a helyére is, mint egy átlagos társa.
Az emberekhez hasonlóan az egerek is könnyebben felejtenek idősebb korban. Azoknál az állatoknál, amelyeknél nincsenek meg a felejtésért felelős fehérjék, a memória kapacitása szemmel láthatóan javult. Mansui professzor és csapata szeretnék kifejleszteni a demencia ellenszerét. Ha ez a gyógyszer a piacra kerülne, egy egészséges embernek átlagon felüli memóriája lehetne. De hogy is működik ez pontosan? Ha valamire sokáig szeretnénk emlékezni, az információt a hosszú távú memóriánkban kell tárolni. Ebben az alvás is fontos szerepet játszik. Jan Born, német neurológus felfedezte, hogy sok minden történik a fejünkben, különösen olyankor, amikor nem álmodunk semmit. A mély alvás idején az aznap gyűjtött információkat újra előhívja az idegrendszerünk. Ennek eredményeként az információk átkerülnek az átmeneti tárolóhelyükről egy hosszabb távúba. Itt aztán beleolvadnak a memóriába, és elegyednek a benne tárolt adatokkal. Az idegsejtjeink még akkor is aktívan szállítják az információkat, amikor mi alszunk. Az elektromos impulzusok agyhullámokat generálnak, amelyek a fejbőrön keresztül mérhetőek. Ezek mély alvásban alacsonyak. Delta hullámoknak is nevezik őket. Jan Born rájött, hogy a delta hullámok egyfajta generátorként működnek. Ezeknek köszönhetően kerülnek be az adatok a hosszú távú memóriába. A mély alvás a szellemi teljesítmény szempontjából elengedhetetlen. A következő kísérletnél megkértek néhány diákot, hogy jegyezzenek meg bizonyos szópárokat. Vajon mi történik azután, hogy elaludtak? Szerintem azok, akik intenzív mélyalvásba kerülnek, ugyanolyan jó memóriával rendelkeznek. Képesek hosszú távon tárolni az adatokat. Például a gyerekeknek mélyalvás során eltérő delta hullámaik lehetnek. Sokkal egyszerűbben jegyeznek meg valamit hosszú távon, mint mondjuk a fiatal felnőttek. Negyven éves kortól a mélyalvás egyre rövidebbé és kevésbé intenzívvé válik. Ezzel együtt csökken a képességünk, hogy a hosszú távú emlékezetünkben rögzítsünk dolgokat. Az alváslaborban egy teszttalany agyi aktivitását mérik a fejre erősített elektródák segítségével. Az alvás során történteket a szomszédos szobából figyelik meg. Ahogy bekövetkezik a mély alvás, gyenge elektromos árammal stimulálják az agy delta hullámait. Így a hosszú távú tudásért felelős impulzusok megerősödnek. Vajon reggel az összes szópárt fel tudja idézni a tesztalany, amit előző este látott? Próbáltunk egyfajta intenzív mélyalvást indukálni. Felfedeztük, hogy azok a tesztalanyok, akiknek elektromosan stimuláljuk az agyát, másnap sokkal jobban emlékeznek a megtanult szavakra. Kő. Brett. Deszka. Macska. Vajon az agynak segítségre van szüksége, hogy sokkal eredményesebbek, kreatívabbak, gyorsabbak és koncentráltabbak legyünk? Klaus Lee pszichiáter úgy véli, az eféle fejlődés lehetséges.
Először is, nincs abban semmi rossz, ha a szellemi teljesítményfokozókat önmagunk fejlesztésére használjuk. Az ember a történelem kezdete óta igyekszik túlszárnyalni önmagát. De most egy teljesen új szituációba kerültünk. Új technológiák állnak a rendelkezésünkre, amelyek teljesen más módon teszik lehetővé a fejlődést. A lakosság nagy része különféle gyógyszerekkel próbálja elérni ezt a hatást, amelyek egy részéhez egyszerűbb hozzáférni, mint egy stimulációs eljárásba kezdeni. Manapság rengeteg gyógyszer van a piacon, amely növeli a koncentrációs képességet. Többek között figyelemzavarra és narkolepsziára fejlesztették ki őket. Sajnos mégis egyre több egészséges ember él ilyen szerekkel. A szellemi teljesítményfokozók olyan szerek, amelyek, ahogy azt a nevük is elárulja, serkentik az agyműködést. Nem szabad összekevernünk őket azokkal a szerekkel, amelyek mindenkinek hozzáférhetők. Ezek a kávé, a koffein és a ginkgo biloba. A másik oldalon ott vannak a csupán receptre kapható és az illegális gyógyszerek. A legismertebb készítmények közé tartozik a modafinil és a ritalin. Egyes országokban rekreációs gyógyszerként használják őket, máshol csak receptre kaphatók. De mégis más módon is hozzá lehet jutni ezekhez, anélkül, hogy valaki orvoshoz menne. A szellemi teljesítményfokozók nagy vitát robbantottak ki. Tudjuk, hogy ezek a szerek változatosan hatnak az egészséges emberre. Rendszerint túlbecsülik őket. Lee professzor meg akarja tudni, mit érhetünk el ezekkel a készítményekkel. Az eddigi kísérleteket egészséges embereken végezték. Klaus Lieb olyanokat tesztel, akik versenyszerűen sakkoznak. Ritalint, koffeint és amfetamint ad nekik, amely a legtöbb országban illegális. Az idegsejtek az úgynevezett szinapszisokon keresztül adják át egymásnak az ingerületet. Az itteni kémiai anyagok, mint a dopamin, biztosítják a gyors információ áramlást az idegvégződések között. A szellemi teljesítményfokozók itt fejtik ki hatásukat.